Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy heti jóslás január 24-ig. Ilyen japán képekkel, kínai kártyákkal, és először megtekintenénk azt, mi áll ezen a héten a középpontban. Ezen a képen látható egy varázsló. Ez lehet egy spirituális terület, ahol dolgoztok, vagy egy varázslatos kisugárzás. Ez a varázsló szerencsét is hozhat a napokban. És most megtekintjük a gondolatokat, a terveket, mi valósítható meg a héten. Ezen a képen látható egy uralkodó nő. Az jelenti a gondolatokat. Kell, hogy uralkodjunk a gondolataink felett, a terveink felett, hogy tudnánk ezt megvalósítani. Előfordulhat az is, hogy mások akarnak uralkodni felettünk, és ilyen esetben lehet ez egy kihívás is, amin mi töprengünk. De uralkodni kell a helyzet felett. A következő kártya mutatja az érzelmeket ezen a héten. Az előbb az uralkodó nőt láttuk, és itt most ezen a képen látjuk az uralkodót. Kell, hogy uralkodjunk nem csak a gondolataink felett, hanem az érzelmeink felett is. Persze ez a kártya utalhat egy személyre, aki uralkodik. Az lehet a főnök is, és befolyásolja a helyzetet a következő napokban. De ez a kártya utalhat a szerelmi kapcsolatra is. Ő olyan, mint egy uralkodó, és ti felnéztek rá. Persze az is lehet, hogy megpróbál uralkodni rajtatok. És a következő kártya azt fogja mutatni, milyen meglepetés várható a napokban, valami, amire nem számítottunk. Itt ezen a képen, ahol a sárkánynak a szája van, látható egy idősebb férfi és a három kehely. A kehelyek utalnak az érzelmekre. Ez a meglepetés kihat az érzelmetekre. De a hármas számnak is van jelentősége, mégpedig azt közli velünk, hogy lesz itt egy külső befolyás. Hogy az jó vagy rossz, azt nem lehet tudni, de akár így, akár úgy kihat az érzelmekre. Én úgy mondanám, lesz itt egy jó hír, vagy egy kellemes találkozás, valami, ami örömöt okoz, de vannak ott a háttérben irigy emberek, vagy olyanok, akik kíváncsiak. Van így egy rossz hatás, hazugság is. Előfordulhat, hogy nem titeket érint, hanem a párotokat, de erre lehet számítani. És ez volt a heti jóslásom. Még felhívnám a figyelmeteket az akcióra, a Valentin napi akcióra. Ezt már most megrendelhetitek. Ebben van egy szerelmi kirakás, egy jóslás, és ehhez egy asztrológiai elemzés, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. A díjam 5000 forint, ebben minden benne van. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!